Végének közeledtével Nancy úgy határoz, hogy befejezi a harcot, és visszavonul a nyilvánosságtól. Sita kiszámíthatatlan kijelentéseket tett, amik nem tüntették fel őt jó színben. Az Európán kívül katonai szolgálatot teljesítőket D-Day Schwindlereknek nevezte, amit a sajtó pellengérre állította. Érdekes módon Waldorf ezt észlelte, szemben Nancyvel. Waldorf sürgette, hogy vonuljon vissza a politikától, mielőtt belebukik az újraválasztásba. Ezt meg is tette, de soha nem bocsátott meg Waldorfnak. There are still treasures waiting to be discovered. Sorozat, melyben felfedezzük a világ legnagyobb vallását. Kereszténység, a legnagyszerűbb történet. Hétfőtől péntekig 22 órakor a Viaszat Historien. Sosem felejtenek. This man's been living in hiding for 50 years. Nem bocsájtanak meg. He's killed 6 million Jews. He thought he was untouchable. Sosem állnak le. You have to pay one day for the crime you committed. Wherever you are in the world, we will come and get you. Náci vadászok. Hétfőtől péntekig 21 órakor a Viaszat Historien. Ikon. És sarnok. Forradalmár. És diktátor. Vezető. És számkivetett. Az igazság most elválik a mítosztól. Napóleon, augusztus 10-től szombattól a Viaszat Historien. Jó, mész kisztán. Oké. Decemberében, 25 évvel a parlament belépését követően, Lady Astor bejelenti, hogy nem indul a következő választásokon. A befolyásos politikus asszony leköszönésével az unokahúgra irányul a reflektorfény. Nancy Tree hamarosan Anglia legünnepeltebb első évítésze lesz. Nancy Tree 1944-ben megvásárolja a nagynevű Sibyl Colfax lakberendezési céget London belvárosában. 15.000 dollárt fizet érte. Ez mai áron több mint 11 millió dollárt jelent. Közben Ronnie-val kötött házassága megromlik. I think roppant szomorú, hogy így esett, mert véleményem szerint a nagyapámmal már-már testvéri volt a kapcsolata. 27 évnyi házasság után válnak el. Nancy elhagyja Disley Parkot, a házat, ahol több mint egy évtizedig élt férjével. Hamarosan visszatérhet kedvenc otthonába, kell másholba, miután hozzámegy annak jelenlegi tulajdonosához, Sir Claude Jubilee Lancasterhöz. Talán azért ismerkedik meg Lancasterrel, hogy visszamehessen Kelmásba. Az újdonsült Nancy Lancaster átkereszteli üzletét Colfax és Fowlerre, ugyanis partnerséget köt a ragyogó belsőépítésszel John Fowlerrel. Munkakapcsolatuk terhes, mégis roppant gyümölcsöző. John Fowler nagyon értett a lakberendezéshez és a színekhez. Ő szakember volt, míg Nancy csak amatőr. Az volt az erőssége, hogy volt tapasztalata. Fantasztikus házakban élt. She lived in wonderful houses
Besétált a szobába, elmondta róla véleményét, és döntéseket hozott. Aztán kisétált, és John Fowlerre bízta a többi teendőt. Az volt az erősségünk, hogy nagyon jó párost alkottak. Habár őrült módon tudtak veszekedni. Argue like mad. A cívódás ellenére Nancy elismeri, hogy Fowlernek fantasztikus szeme van az apró részletekhez. Azt is megmondja, hogy miként kell eligazítanunk a párnákat. Nem üdögetéssel kell csinálni. Meg kell fogni a két sarkát, és addig rázni, amíg elegendő levegő nem kerül bele. Csak ezután lehet elhelyezni a fotelban. Nancy Lancaster irányítása alatt a Colfax és Fowler az 1950-es években közkedvelté teszi az angol kúriákat. Nancy megteremtette az angol kúriák ma már tipikusnak számító jellegét. Ironikus dolog, hogy ez a tevékenység egy amerikai nő nevéhez fűződik. Lancaster hatása ma is érezhető a nagy angol házak belső kialakításán és kertjén. Én állt Newcastle Kentben, Nancy unokája, Isabella otthona. Több szobában fellelhetők olyan tárgyak, amelyek egykor a nagymamáé voltak. Isabella abban az ágyban alszik, amit Winston Churchill használt a háború idején Ditchleyben. Szóval ez az asztalterítő tökéletesen tükrözi Nancy-t. Nagyon szeretem. Love it, it's a... Aki egy 17. Da! Rövidkebe pillantást nyújtunk a módszerére. Érzem a házak hangulatát, illetve, hogy milyen kert illene hozzá. Úgy érzem, kifinomultabb érzéke van a házakhoz, mint az emberekhez. Talán jobban is érdekelnek a házak az embereknél. Akkor 1994-ben a New York Times így ír róla. Az 1920-as évektől nagy hatása volt a belső építészetre és a kerttervezésre. Amerikai életerőt hozott az áborodott angol házak.